Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várvánom a boldog reménységet, és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs és fegy, teljes méltósággal, és senki téged meg nevessen a Tituszi levél második fejezet 11-től a 15-ig tartó verseit olvastam fel, ebből a csodálatos ige szakaszból, amelyet Pálapostól nem Timóteusnak írt, Timóteusnak két levelet írt, mindenki az ő nevét ismeri általában, mint szeretett munkatársét, akiről a Filippi Levél második fejezetében is szinte elragadtatással emlékezik meg Pálapostól, de Titus is hasonlóan kedves munkatársa volt, és a neki írott levélben van ez a kis evangélium. Ez az evangéliumnak rövid összefoglalás, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek kivétel nélkül, vagy a lelki ismeretén keresztül, vagy a természet szépsége által odavonzva a természet alkotójához, vagy az igéhez eljuttatva az igazán keresőket, és ez a, az evangélium, ez állandóan tanít és nevel bennünket. Mert szükségünk van az életben fejlődésre, az örök élet is fejlődésre, sőt csupa fejlődés, más se lesz az örök élet, mint fejlődés. És aki fejlődni akar, annak tanulékonynak kell lenni, nevelhetőnek kell lenni és ez az üdvözítő kegyelem arra tanít, arra nevel bennünket, hogy a földi életben mértékletesen, igazán, szentül éljünk, hogy a földi élet bár lefokozott élet, bár bengettük sátánt a világba is romhalmazzá tette az egész kultúránkat, és az egyéni élet is egy mindennapos küzdelem a rosszal szemben, és nemzetek, és az egész emberiség élete is egy mindennapos szakadatlan háború a gonosszal, sátánnal szemben. De mi nem elsősorban sátára nézünk. Mi arra nézünk, aki velünk van, és ebben a küzdelemben győzelemre tud bennünket elvezetni. Ezért várjuk a ma boldog reménységet. Mert Jézus Krisztus most is velünk van, hitáltal, hitben van velünk, nem látásban. De mi szeretnénk őt meg is látni. Szeretnénk vele együtt élni. Boldog reménység az, ami a szívünkben van, és mi várjuk azt a boldog reménységet a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, mert Jézus Krisztus számunkra a megtartó Jézus Krisztus. Ha sokat kell várakozni még rá, mert hiszen mondhatjuk mi is, hogy urunk, elepedünk a várakozásban. Miért nem jössz már el, miért nem szállsz ki néped megszabadítására, és ő csendesen, szeriden csak azt mondja, én jönnék. De ti miért nem vagytok készen? Ti elnéznétek, hogy az emberiség nagy része elveszen? Ti elnéznétek, hogy a szomszédotok, rokonotok, barátotok elvesszen? Miért nem vagytok ti készen, szorgalommal, bátorsággal, mint a hű és szolga, ki a maga idejében a házanépének eledelt, és eltűri a gonosz és resz szolga ütlegeléseit is, mint az ott okos szűz, aki nem csak lámpás volt a kezében, de tartalék olajat is vitt, és amikor az éjféli sötétség beállt, és mind a két csoport, igen, a balgák elszunnyadtak, elaludtak, de az okosak is elbóbiskoltak. És éjfélkor kiáltás lőn imholyan jön a vőlegén, jöjjetek elébe, és felrezzen a két csoport, de sajnos a balgáknál nincs tartalék olaj, nem tudnak világítani. Az okosaknál van, és tudod, hogy mi a tartalék olaj? Hogy a szentélekkel együtt naponként szerezzél tapasztalatot Isten megtartó erejéről, megmentő hatalmáról. Tartalékolaj, az olaja a szentélek jelképe a Bibliában, aki minden nap nem él a szentélek útmutatása és ereje szerint nem lesz tartalék olaja a történelmi éjféli sötétségre. És akkor kimegy a tíz szűz, de az öt balgának Jézusnak ezt kell mondania, hogy nem ismerlek titeket. Mi nyilván azok közé szeretnénk sorakozni, akiket beenged a mennyegzős házba. De ezekre nézve, hogy ez a rövid igevers mit mond még ki, ezt a holnap reggel szeretném szemrevételezni.